cipő, csillogó ruha, csillogó harisnya. Mi, hát az, hogy divatosan öltözünk ki. Azt, hogy szép vagy, meg modell, meg még szép a ruhánk. Az a divat, hogy egy lány ilyen szép ruhákat csinál, meg var. Azzal, hogy szeretem a pörkös szoknyákat, mert szépen pörögnek. Igen, ma hétfőn anyukámmal megmosztuk a hajamat. Az, hogy minden reggel, amikor felkelünk, akkor megcsináljuk a hajunkat, és akkor szépen elmegyünk, felöltözünk, és amikor felöltöztünk, akkor szépen kisminkeljük magunkat. Tudom. A lányokkal. Mi? Divat. Nem. Szerintem azzal, hogy szép ruhákat veszünk föl. Hogyha valaki fölvesz egy soknyát, az is divat, de más is lehet divat. A cipő, amit tartunk, vagy csillogos, vagy nem csillogos, az is jó lesz úgy. Igen, a kedvenc pólóm, az a divat kedvenc pólóm, amin vannak robotok. És még az a nem divat pólóm, ami nincsen semmi. A divat az, amikor bulizunk, sok ember van ott, és amikor este van, hazamegyünk, és ha nem akarunk hazamenni, akkor apa nem engedi úgy a telefonáját. Egy báli ruhát, egy csillogó harisnyát, egy csillogó cipőt. Jó ruxiba öltözik, ami szép. Szépen be van cofozva a haja, meg szép ruhában van, meg még szép a cipője. Hát az anya úgy szokott öltözni, nadrágba és szoknyába, harisnyába, és még egyben szoknyás ruhába, mert anyának van olyan ruhája, hogy egyben szoknya és ruha és rózsaszín. Szépen. Hát szépet. Például királynőset. A fiúk meg pasisat. Szép cipők és szép ingek. Úgyhogy vesz fel szép ruhákat, meg szép szoknyákat. Szép. Csinosan. A szoknyás ruhától, meg a szoknyától, meg a szoros szoknyától is. Anya, amikor megy valahová, megy el annyit körmözni, meg annyit mindig megcsinálja, és akkor sok nyába öltözik, és kifeszti, itt megfeszti, és az itt is. És úgy elmegy a mitához, és vannak még mások is, akik mennek a mitához, csak Anita úgy csinálják anyáék, hogy valamelyik anyukához ott vannak, és ott körmözze Anita meg, és hogyha amikor nem van nekem tolna, akkor anyával mehetek el, de hogyha van a tolna, akkor nem mehetek el anyával. Eszti ruhát. Az egy cipő. Kék és csillagos. Hát
az a jégvarázsos ruha olyan, hogy van egy köpeny a jégvarázsnak, egy kék, és csillog a ruhája végig. Hát, kaptam egyet, ami nagyon tetszik. Ha jól emlékszem, az a neve Ricsi. És az egy vékony markulós, és a markulónak a markuló részén van egy szám. Ez egy ruha. Rózsaszín és csillámos. Hát nekem az a legkedvencebb ruhám, ami most van rajtam. Szoknya. Rózsaszínű. A piros. Hát úgyhogy kedvenc ruhadarabom a Star Wars-os. Hát a Star Wars-os ez egy olyan mese, és abban vannak olyan lövöldözős klónok, meg Jedik. Ez póló. Nekem a kedvenc ruhadarabom a Spylight Sparkle. Az egy póni. Kék és sárga pulóver. Van otthon egy rózsaszín virágos ruhám, aminek ilyen lyukak van a közepébe, és eddig ér, azt tetszik a legjobban. A kék is tetszik, és a valamelyik. És a pöcsös is tetszik, de nekem van egy pöcsös ruha, és egy masnis ruha, és vannak egy kicsi kocskák rajta, és azokat szeretem. Van nekem cipőm, van Spider-Man sapkám. Van rajta egy pillogó, és a végén rózsaszín is, és csillogó rózsaszín szoknya. Anyukám. Anya vagy, amikor baj van, és amikor apával öltözünk fel, akkor apa választja, vagy amikor anya teszik ki, amikor ő elmegy valahova. De amikor mi keltünk fel, előbb is baj van, és fel kell öltöznünk, ezért apa dönti el. Én. Hát az anya. Anya. Kicsit a harisnyáról. Ahogy meg a zokniról, hogy rossz-e a zokni, vagy mi. Anya meg apa. Ha nem tetszik, akkor egyedül elfordulok, és még a diát se. A dia felé fordulok. Anya. Mindig anya rakja oda a ruhákat. Én szoktam. És anya is néha-néha kiszokta rakni, amikor én már alszok. Anya, az öltözködés nem érdekel. Meg szoktam nézni a csajokat, hogy felöltöznek. Anya, mindig ő szeri ki, amit felveszek reggel. Anya, amikor megbesle. Anyának, amikor anya itthon van, mondom neki, hogy sok nyelvet veszek föl. Hát apa. Anya, de apa mindig azt mondja, hogy vegyek inkább fel olyan pólót, ami ilyen. De azt mondta anya, hogyha mindig ezt vegyem fel, akkor többet már nem lesz ilyen pólóm, mert akkor mindig koszos lesz, és nem lesz idője sokáig kimosni. Igen. Valakin láttam egyszer egy műszám pillát, és nekem nem tetszett. Egy szempilla, ami mű. Úgy, ha leesik az összes szempilla, de a bumfát eszik. Azért, hogy szép legyen a szempillájuk. Hogy lássunk. Hát, hogy itt a szempillákat
így helyezzük. Azt, hogy így felrakjuk a szemünkre. Azért már tudjuk így intézgetni. Felrakják ide, hogy hosszabb legyen a szempilláljuk. Elle. Ami itt van arra, hogy kifesztesz, ki kell feszteni, mert anyának van olyanja. Csiszolástól. A műszempilla az, amikor nem egy igazi szempilla, hanem egy fából készült szempilla. Az, hogy bemegy az ember, és befekszik oda, hogy barna lesz. Hát szerintem hallottam már, mert anyukám már volt ott szerintem. Nem. Igen, voltunk ott már anyával. Anya? Bemett egy ilyen gépbe. De ez nem fekvős volt, állós. Tudja barnítani. Azt nem tudom. A szulájom az egy akvárium. Azért, mert ott halacskák élnek, vagy cápák. Azért, mert ha nagyon süt a nap, akkor ilyen tordanak. Úgy, mint most. Veszek magamnak jó verdásolunk cigot. Meg sok mindent, amit szeretek. Kéket, mert az a kedvenc színem zöldet, az a második kedvenc színem. Még sok mindent. És még a családomot ábrázolós. Amin az összes családtagom benne van. Szépen, meg csinosan, meg divatosan. Divatosan. Blúz, szoknya, harisnya, szép cipő és befonott haj. Például szoktam fölveszek szürke színűt például. Meg még például rózsaszínűt is szoktam. Szépen! Például felveszek inget, meg szép pulóvereket. Szépen fogok öltözködni. Lesz majd körmöm, lesz majd műkörmöm, és majd egyszer én is leszek majd műkörmös, mikor nagy leszek. Jól. Egy jó nadrágot, meg egy jó pólót, meg egy jó pulcsit. Csinosan. Olyan farmer nadrágot veszek fel, aminek itt lyukas. Mindenked? Maglátba vagy csoknyába? Amikor hideg van, akkor nem csoknyát kell felvenni, hanem nadrágot. Hát ez az ufónén is segít, és amikor nagy leszek, még az iskolában is ott fogok öltözni. Úgy, hogy úgy öltözködök, mint anya, felveszem a cicitartót, és egyedül öltözködök.